Veréb László atya a vendégem, a Szent Gellért Szeminárium lelki vezetője, spirituálisa, és Gál Szabolcs kispap, és Tompa Szabolcs Patrik kispap is eljött vele. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket nálunk. László atyát kérdezem először arról, hogy mennyien tanulnak most a Szent Gellért Szemináriumban, hány növendék van jelenleg? 9-en vagyunk, elég kis létszámú lett most a szemináriumunk, de családias. És összetartunk, jobban rálátunk egymás életére, talán többet is tudunk segíteni egymásnak. Melyik egyházmegyékből érkeznek a növendékek? A Szabolcs Patrik a Kalocsak-Kecskeméti egyházmegyéből, mi a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez tartozunk, de van még Szabadkai egyházmegyésünk, és a Temesvári egyházmegyéből is van egy kis papunk. László atya, itt a mai élő adásunkat, vagy hát adásunkat Gyulai Endre atyával, nyugalmazott püspök atyával kezdtük meg, ő volt az első vendégünk, és sokat beszéltünk a fiatalságról, ugye az ifjúságpasztorációról, hiszen neki ez szívügye volt papi szolgálatán belül, és most itt László atyát is kérdezem, hogy ugye lelkivezetőként a szemináriumban hogyan látja a mai fiatal papok életét? Vajon mennyire nehezebb ma a mai világban papnak lenni, mint régebben? A papi szolgálat ma milyen nehézségeket, szépségeket, örömöket hordoz a régebbi időkhöz képest? Van-e egyáltalán különbség? Tehát fiatal papként, már felszentelt papként élni, működni? Hát meg ugye ezt a hivatást választani, tehát azokkal az nehézségekkel, esetleg lemondásokkal, mégis örömökkel, ami mégis ezzel jár, ezzel az úttal. Én azt gondolom, hogy minden kornak megvan a maga nehézsége, amikor mi beléptünk a szemináriumba akkor is, és a mostaninak is, és azt hiszem azt, hogy valaki elvállalja vagy elfogadja a hivatását, az azon múlik, hogy megkapta-e, hogy hívást kapott-e a Jóistentől, és erre ezt nagyobb örömként éli-e meg, mint esetleg a félelmeit, vagy a nehézségeket, amelyek kétségtelenül vannak. És azt hiszem ez a fontos, hogy ezt az örömet, ezt a meghívottságnak, a hivatásnak az örömét, ezt valaki átélje, és utána lehet azt mondani, hogy fát is vághatnak a hátán, de hogy tudja, hogy jó helyen van, jó irányba tart az élete. László atya, a fiatalok nevelése során mit tart fontosnak a papnevelésben? Milyen szempontokat emel be a nevelésbe, vagy a személyiségük fejlesztésébe? Mi az, ami kifejezetten László atya nevelésére, nevelési módszerére jellemző? Van ilyen? Hát erről talán a kispapok tudnának jobban beszélni. Én azt gondolom, hogy az én szerepem inkább egy kísérői, bár formató rész olaszul a előjáróknak a neve, tehát a formálók, de hogy én jobban szeretem azt, mint aki spirituális, hogy azon az úton, amelyen ő meghívást kapott, azon én kísérjem. És esetleg rámutassak azokra a pontokra, ahol eltér attól az iránytól, amire meghívást kapott, illetve segítsem abban, hogy ott jobban el tudjon mélyülni, amely az ő hivatásának a lényege, vagy egyedi íze, színe. És akkor most szót kapnak a kispapok is. Nem tudom, melyikőtök szeretne először reagálni az iménti kérdésre. Milyen László atya lelkivezetőként szerintetek mi az, ami kifejezetten rájellemző a titeket tanításban? Én egyet mindenképpen kiemelnék, a keddenként szokott lehetőséget adni egy csöndes szentség, tehát egy imádságra a Szentírással, ami abszolút ráírlik, ugyanis ebben ő vezető szerepet tölt be, viszont sokkal nagyobb részt az Istennek, a csendnek a lehetőségét, a találkozását mutatja meg számunkra, és ez tényleg kifejezi azt, amit ő el is mondott erről, hogy ő inkább egy kísérő, egy támogató szerepet tölt be, de mégis ebben az imádságban, ez egy konkrét időpontban, konkrét helyen lehetőséget ad erre, hogy ő kísérhessen bennünket. Ott mi tudunk reflektálni is arra, amit ő
amit az Isten mond számunkra, és azt ugye megoszthatjuk vele, ez egy közös alkalom, tehát többen is vagyunk ott papnövendékek, és ilyenkor ő ezt nem értékeli, de mégis hozzászól egy-két szóban esetleg, hogy ezt hogy látja, vagy mit lát ebből. De tényleg így teret enged. Igen. László atya pedig elmélyülten hallgatja, hogy a növendékek róla beszélnek, vagy ahogy Szabolcs róla beszélt, és megkérdezem a másik kispapunkat is, hogy számára mit jelent László atya? Hát, mint lelkivezetőt elsősorban, de tudok csatlakozni ahhoz is, amit a Szabolcs mondott. Én még hozzátenném, hogy ő egyben tanárunk is, és hogy a liturgikus dolgokat, a szentmisét, szentségimádást ő tanítja meg. És nem csak a formalitásra mutat rá, hogy mit, hogyan kell csináljunk, hanem annak a mélységébe is bevezet minket. Na, László atya! Ezek nagyon-nagyon szép szavak. Még mindig a Szabolcsékat kérdezem arról, hogy mikor, hogyan éreztétek az elhívást arra, hogy Isten szolgálatába álltok, hogy a papi hivatást választjátok? Hát én legelőször a hívást általános másodikos koromban hallottam meg, egy álom formájában. Még kisgyermek voltam, akkor kezdtem el minisztrálni otthon a szülőfalumban, és egy este azt álmodtam, hogy én vagyok a miséző pap a templomunkban. Na hát, másnap reggel úgy keltem fel, hogy akkor pap szeretnék lenni. Ez az évek folyamán elmélyült, meg értelmet is nyert olyan szempontból, hogy fejlődtem benne, rájöttem, hogy nem én akarok pap lenni, hanem az Isten akarja, ezért hívott el. És hát közlejátszottak a nagyszülők, meg a családi nevelés is, keresztény családból származom. Sokan szokták mondani, hogy anyai nagymamám volt, akit nem ismertem, ő imádkozta ki számomra, hogy a családból legyen egy papi hivatása, és hát én kerültem ki onnan. Szabolcs, ez hogyan alakult? Hát én két dolgot is tudnék említeni. Az egyik az nekem is a nagymamámhoz köthető, bár keresztény családban nevelkedtem, de mégis arra tudok visszaemlékezni gyerekkoromból, mindig ővele jártunk a templomba. Ez egy nagyon általános szokás volt, mindig ugyanoda mentünk, és ugyanakkor, tehát ez változatlan volt. És már ott volt bennem egy ilyen tapasztalat, hogy én is szeretnék ott lenni, vagy hogy mi lenne akkor, ha én lennék ott, ez még tényleg gyerekként volt. Majd aztán felnőttként, amikor átléptem már azért a kamaszkort, és azt láttam, hogy határoznom kell az életembe, tehát muszáj egy célt meghatároznom. Nagyjából ebben az időszakban volt az, hogy megkérdezték tőlem, hogy mégiscsak miért szeretnék elmenni egy olyan rendezvényre, ahol papokat, szerzeteseket és diakónusokat kérdeztek a hivatásukról, de talán én is pap szeretnék lenni. És mondtam, hogy igen, de most erre nem érek rá. Tehát erre a kérdés hosszabb megválaszolására, mert utána visszagondoltam egy kicsit később, hogy mi volt a válasz, és abszolút onnantól volt egy ilyen elhatározásom, egy konkrét döntésem. Köszönöm, hogy elmondtátok mindezt. Megint László atyához fordulok, mert aki fellátogat a Szent Gellért Szeminárium honlapjára, online felületére, ott láthatja a papok, az atyák, a tanítók bemutatkozását, és a kispapokról is vannak információk. És ott László atyát is láthatjuk, néhány sort intéz a látogatók felé, és ott van a kezében egy papír, ami rá van írva, hogy növekedés. Ez mit jelent, egyáltalán ennek mi a története, és miért az a szó van ráírva, hogy növekedés? Na, úgy gondolom, hogy mindnyájan a hit útján járunk, és ahhoz, hogy beteljesedjen az életünk, ahhoz növekednünk kell, és a formálódás is hozzátartozik a szemináriumnak az életéhez, hogy egy olyan légkörben legyünk, egy olyan környezetben, olyan keretek között, fizikailag is, meg lelkileg is, ahol növekedni tudunk a hivatásunkban, kereszténységünkben, Isten kapcsolatunkban. Én ezt próbáltam ezzel az egy szóval, kis táblával jelezni, hogy mindannyian a növekedés útján vagyunk. Szabolcs, neked az van írva arra a kis táblára vagy papírra, hogy teremtett világ, neked pedig, Szabolcs, az, hogy vándor. Miért? Hát én nekem alapvetően az, mert nagyon fontosnak tartom a teremtett világban, természetben a jelenlétünket, mármint az embernek a jelenlétét, ez manapság
talán egy divattá is kezd válni, hogy kimenjünk, elvonuljunk, csöndbe legyünk, akár ezt barátokkal is, tehát nyilván egy ilyen hosszabb úton van erre lehetőség, de én is ezt nagyon szeretem, ezt a lehetőséget, ezt az elvonulást, akár többen, akár egyedül is, úgyhogy én ezért ezt írtam föl. Nekem a vándor az a székely himnuszból, a régi székely himnuszból jött, a vándor székely, onnan származom, Erléföldről, ezért úgy gondolom, mivel vándorként élünk itt a földön, és nekem is már több ilyen életem során nagyobb állomások voltak, szülőfalum, majd Gyulafehérvár, a kis szeminárium, majd itt Szeged, hogy ezzel tudok így nagyon azonosulni, és kvázi még jellemez is engemet. Köszönöm szépen. És még mielőtt elengedném László atyát és a kispapokat is, beszéljünk arról is, hogy ugye az, hogy amikor valaki itt a szegedi szemináriumba, Szent Gellért szemináriumba felvételt nyer, akkor a Gál Ferenc Egyetemre is egyúttal. Tehát mennyire más így tanulni, folytatni a felsőoktatási tanulmányokat, hogy közben a szemináriumba is jártok, tehát hogy ez egy helyen van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon más is, mint amit más egyetemek hallgatói általánosan élnek. Ugye még a szeminárium az egyfajta zárt közösség, így sok lehetőségünk van nyilván az egyetemen is tanulni, viszont mindabban a szabadidőben meg egyszerűen lelki életet élni, tapasztalatokat szerezni, sokkal, hogy mondjam, több lehetőségünk van erre, hogy az időnket jól töltsük el. Igen. Ez egy fontos szempont, Szabolcs. A programjaink, ugye a mi programunk, a szeminárium programja nagyjából összefügg az egyetemi programokkal is. Van néha ütközés, de hát akkor ugye mindig a szemináriumi program az első. Uh-huh. De igen, hát ez egy érdekes dolog. Kvázi egy épületben vagyunk az egyetemmel, tehát csak átsétálunk, mint a többiek be kell járjanak a városból. Ugye, ha már programok, események, akkor azért fontos beszélni egy római útról, amelyben részetek volt. Ennek mi volt az apropója, egyáltalán hogyan jöhetett ez létre, milyen élményekkel zártátok? Májusban volt ez, tavasszal, ugye? Amikor ellátogathattatok Rómára. Mi volt egyébként ennek a csúcspontja? Hát szerintem kijelenthetjük, hogy a Szent Atyával való találkozás a szerdai audiencián. Ez abszolút tudok csatlakozni, tehát egy nagyon nagy élmény volt. Én már Csíksomlyon is láttam a pápát, de ugye látni és találkozni vele azért az két különböző dolog. Számomra egy nagyon békés természetű, egy vidám, de békés természetű ember volt ott jelen. Köszönöm a beszélgetést, és az utolsó kérdésemet László atyához intézem. Mit üzen a mai fiataloknak és azoknak, akik azon gondolkoznak most, éppen azt az életszakaszt élik, hogy ugye hivatást választanak, és érzik az elhívást mondjuk a papi hivatás választására, de bizonytalanok. Mivel bátorítaná őket az atya, vagy mit üzenne számukra? Biztatnám őket, hogy legyenek bátrak és nagy lelkűek, és bizalommal forduljanak a Jóisten felé, és kérjék annak a meg bizonyosságát, amit éreznek a szívükben, és egy pici dolgot ajánljanak fel, lehet nagyobbat is, hogy kifejezzék a vágyukat arra, hogy megtalálják az életüknek az értelmét, és akkor figyeljék az eseményeket, a találkozásaikat, az álmaikat, a szívüket, és akkor és legyenek türelemmel, és meg fog érkezni a válasz. Köszönöm szépen, és azt is, hogy beszélgethettünk. Remélem, hogy itt még a kattárs idején napjaiban tudunk találkozni, és bemutatni még egy picit jobban a Szent Gellért szeminárium életét a nézőknek is. Ma köszönöm, hogy itt voltak nálunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, mert mi is köszönjük.